én iskolám. Köszönöm most neked, hogy az eljött élet csaták között volt mindig hozzám végüzeneted. Tápláltad tovább bennem az erőt, szeretni az embert és küzdeni, s hűn állni meg Isten és ember előtt. Június van, és nagyon magam vagyok. Kísértenek éltem árnyai, és az elbocsátó iskolapadok. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm végzős tanulóinkat, a kedves szülőket, iskolánk valamennyi munkatársát és tanulóját, valamint mindazokat, akik figyelemmel kísérik rendhagyó ballagás ünnepségünket. Az elmúlt néhány hét alaposan megváltoztatta életünket. Át kellett alakítanunk a mindennapi szokásainkat. A vírus elleni védekezés arra kényszerített bennünket, hogy ne a megszokott módon járjunk munkába, ne a megszokott módon járjunk bevásárolni. Valamint, ami benneteket, diákokat a legjobban érint, ne a megszokott módon tanuljatok abban a néhány hétben, amikor talán a legnagyobb szükségetek lett volna a tanári magyarázatra, a biztató, a bátorító szavakra. Nagy kihívás ez számotokra, mert néhány nap, vagy néhány hét múlva számot kell adnotok a megszerzett tudásokról. Februárban nagy örömmel tűzték fel osztályfőnökeitek a szalagot, amelyet büszkén fogadtatok, és azt mondtam akkor, hogy eljött életetekben a felnőtté válás ideje. Ott álltatok türelmetlenül a küszöbön, amin végül az érettségi és az záróvizsgák napján fogtok majd állni. Akkor még nem gondoltunk arra, hogy ez az érettség más lesz. De itt vagytok most, nagy tervekkel, álmokkal, melyek megvalósításra várnak. Azt kívánom szüleitekkel együtt, hogy mindenki az elképzelése szerint folytassa az életet. Az én ajánlásom az számotokra, hogy a vizsgák után a tehetitek tanuljatok tovább, mert a megszerzett tudást senki nem vehetjük. Bővítsétek folyamatosan ismereteiteket, mind a magatok, mind pedig a körülötteket. Kedves 12-el! Megtiszteltetés volt az elmúlt 4 év, különösen az utolsó 2, amikor az osztályfőnököttek is lehettem. Büszke vagyok rátok és az általatok elértekre. Kívánom, hogy minden célotok teljesüljön, különösen az előttünk álló érettségi vizsga. Kedves gyerekek! Búcsúzom tőletek, gratulálok az eltelt 4 év munkájához, sok sikert kívánok az érettségi vizsgákhoz. Büszke vagyok rá, hogy az osztályfőnökötök lehettem. Vigyázzatok magatokra! Tisztelt végzős tanítványaim, bár idén kimarad a ballagás, ami egy nagyon szép hagyomány, ne keseredjenek el. Sok sikert kívánok a vizsgáikhoz és a közeljövőben az egész életükhöz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kedves osztály! Örülök, hogy megismertem Önöket. Két dolgot szeretnék tanácsolni az életre. Az első az, hogy valósítsák meg álmaikat.
merjenek álmodni, és menjenek az álmaik után. A második, hogy bárki mondja azt önöknek, hogy nem képesek rá, ne higgyék el, mert önök mindenre képesek. Sok sikert kívánok, vizsgálkozz, és ez életemhez. Kedves végzős osztályom, sziasztok! Mint tudjátok, nincs közi vallás, viszont mondanék néhány kereset lesz. Kivétel nélkül kívánok mindenkinek sikeres szakmai vizsgát, és nagyon sok sikert az élethez. Találjátok meg számításokat a munkaerőpiacon, a családban, és vállaljátok felelősséget a döntéseményekkel. Az életem hamostól. Vigyázzatok magatokra. Üdv! A fő! Kedves végzős diákok! Egy idézettel szeretném búcsúzni tőled. Bár zord a harc, megéri a világ, ha az ember az marad, ami volt, nemes, küzdő, szabad lelkű diák. Mindenkinek kívánok sikeres vizsgákat, jó egészséget és erőt a célja eredményeséhez. Kedves végzős diákjaim, búcsúzó 11. elsek! Egy rendkívüli helyzetben, ezen a rendkívüli módon köszöntelek benneteket, különleges ballagásotok alkalmából. Az együtt eltöltött évek során átélhettem köztetek azt, ami talán a pedagógusi pálya legnagyobb élménye. Láthattam, ahogy félszeg gyerekekből magabiztos fiatal felnőttekké váltok. Ez nem volt egy nehézségek nélküli folyamat, de ettől lesz még értékesebb az eredménye. Az előttetek álló vizsgákhoz sok sikert, az azt követő önálló életetekhez pedig erőt, kitartást és sok szerencsét kívánok. Kedves végzős pincérek, fogadósok, női szabók! Hát elérkezett ez a várva várt nap is. Kiengedem magukat a szárnyaim alól. Kívánok mindenkinek sikeres szakmai vizsgát, és azt, hogy olyan életük lehessen, amilyet álmodtak maguknak. Vigyázzanak magukra! Útra való a 11-ének. Amit elképzelünk, az meg is valósul. Ne feledjétek! A vidámság és a jókedv az egyik legerősebb fegyver a betegségek ellen is. Jó egészséget, sok sikert és további boldog életet kívánok mindannyiótoknak! Kedves végzős diákok! A jó kívánságaimat szeretném tolmácsolni nektek. Kívánom, hogy váljanak valóra az álmaitok, építsétek jövőtöket, és legyetek nagyon sikeresek és boldogok a nagybetűs életben. Mindig szeretettel fogok emlékezni rátok.
Kedves diákok! A mai napon búcsúzunk tőletek, de mindig emlékezni fogunk rátok. Életetek egy nagy szakasza a vizsgák után lezár. Most azonban tudnotok kell, hogy szeretteitekkel együtt mindannyian büszkék vagyunk rátok. Ti is legyetek büszkék arra, hogy idáig eljutottatok, legyetek büszkék arra, hogy a Kossuthba jártatok, és köszönjétek meg osztályfőnökeiteknek, tanáraitoknak és szüleiteknek az eddig értetek megtett fáradozásukat és támogatásukat. Tantestület nevében mindannyiótoknak sikeres, eredményes vizsgát kívánok. Útravalóul és befejezésül a Republik Együttes néhány sorát idézem, elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap meleg. Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány csillag.